ünneplő gyülekezet, nem véletlen a megszólítás, mert többszörös ünnepünk van, keresztelő, illetve konfirmáció. Ünneplő gyülekezet mindnyájunk számára, vagy sokunk számára ismerősek lehetnek a következő élethelyzetek. Mindenki kimazsolázhatja számára azt, amin esetleg már túl van, ami már történt vele. Új munkahelyre kerül az ember, buzgó munkatársak rögtön körbeveszik, és elmondják neki az aranyszabályt, és az aranyszabály természetesen arról szól, hogy ezen a munkahelyen kivel kell vigyázni, ki az, akivel ne barátkozzál, ki az, aki normális, ki az, aki hibbant, ja, és a főnök? Hát a főnök az egy érzéketlen robot, akinek a szíve helyén processzor van, amire egyetlen egy program van feltöltve, a hajcsár üzemmód. A főnök csak így tud működni. Új közösségbe kerül a diák, és ez most nagyon érint főleg benneteket, majd kedves konfirmandusok, új közösségbe kerül a diák, ott, ahol elkezdődnek kialakulni az erőviszonyok, rögtön elkezdődnek a helyezkedések, természetesen azok az osztályok, ahova ti kerültök, kivételek lesznek ez alól, és rögtön elhangzik az aranyszabály, aki a legerősebb, az fog érvényesülni, akinek a leghangosabb a hangja, ő lesz majd a vezéregyéniség, és mindenki alázatosan követheti. Új helyre költözik az ember, rögtön lesznek a szomszédok közül önkéntes jelentkezők, akik majd elmondják, hogy az utcában kivel érdemes barátkozni, és kivel nem. Aztán a legkisebb közösségnek is van úgynevezett házi rendje, ami rögzíti azt, hogy az adott közösségben mit nem szabad megtenni, mire kell nagyon figyelni, mi az, amit mindenképpen tartson szem előtt az, aki ide belép, vagy ennek a közösségnek a tagja akar lenni. De ugyanilyen házi rendekkel találkozunk boltban, iskolában, moziba, liftbe belépve. Egészen nyilvánvaló azért kellenek ezek, mert vannak, akik nem tudják, hogy mit szabad tenni, vannak, akik nem érzik, egész egyszerűen onnan belülről nem érzik, hogy hogy kell viselkedni. Hát a legtöbb, amit tehetünk, hogy körülvesszük magunkat szabályokkal, szépen leszabályozzuk az élet minden területét, ösztönösen fejezünk ki azonban ezzel egy nagyon izgalmas dolgot. Egyetlen egy előbb említett helyzetben, szituációban sem az a központi kérdés, hogy konkrétan mi a munka, amit el kell végezni, ez huszadlagos, vagy hogy konkrétan milyen lesz az iskola, milyen tantárgyak lesznek, nem érdekes, vagy hogy mi az, ami mégiscsak érdemes arra, hogy gondot fordítsunk rá, hogy észben tartsuk egy-egy közösségben. Ami közös, az mindig, hogy az emberi kapcsolatok vannak a középpontban. Életünk minden területén az emberi kapcsolatok vannak a középpontban. Minden idegszálunk azon dolgozik, rezeg és zizeg, hogy milyen legyenek a körülöttem lévő kapcsolatok, legyen ez család, házasság, gyermeknevelés. Ugyanis ösztönösen érezzük be, hogy az életünk minősége valójában ezen fog múlni. Ezen fog múlni. Nem az elvégzett munka mennyiségétől, nem azon, hogy mim van, vagy mim nincs. Ha ez így van, akkor miért nem hozunk egy általános törvényt arra, hogy minden emberi kapcsolatban, minden emberi találkozásban, új munkahelyre kerülésben, új osztályba kerülésben, házasságban, gyereknevelésben kötelező, jobb szó hiány, cukinak lenni. Hát nem, hát kötelező. És akkor, hogyha mindenki cuki, akkor az élet működni fog. Ugye, bár ilyen egyszerű lenne, bár ilyen nevetségesen egyszerű lenne, csak szépeket mondani a másikról, és minden működik. Valahogy ösztönösen sokkal hamarabb jön ki az emberből és mindnyájunkból az, hogy mit nem szabad tenni, hogy hogyan ne viselkedj, hogy miért ilyen meg olyan a másik, hogy miért kerüld el azt a másikat, és csodálkozunk, hogy nem működnek az emberi kapcsolatok. Krisztus előtt több mint 100 évvel élt egy tanító Izraelben. Úgy hívták, hogy Hillél. Egy nagy elismert rabbi volt, aki a következőket tanította: ha valamit nem szeretnél, hogy veled történjen, hogy veled tegyenek, azt te se tedd meg a másikkal. Jézus idejében ez egy jól ismert közmondás volt. Amit nem szeretnéd, hogy veled tegyenek, azt te se tedd meg a másikkal. Amit nem szeretnél. Hát ebbe belegondolni is rémisztő,
Hiszen annyi mindent nem szeretnénk, hogy velünk történjen, hogy velünk tegyenek mások. Ha nekiállnánk ezt itt összegyűjteni és írni egy listát, akkor valószínűleg kétnapos ünnep lenne a konfirmáció, mert még holnap este is itt ülnénk, és csak gyűlne a lista, hogy mit nem szeretnék, mi kerüljön el bizonyosan az életben, és a két nap végén rituálisan véget vetnénk az életünknek. Mert annyi félelmet hoztunk elő, annyi félelmet vettünk számba, és ezáltal hívunk életre, hogy csak egy nagy, üres, sötét, kongó érzés ülne mindnyájunkon. Hogy mit nem szeretnék, te jó ég, napestig tudom sorolni, de mire megyek vele? Nekem ez nem hiányzik. Én nem akarom számba venni a félelmeimet. Elég belőlük. Neked? De akkor mit tegyünk? Vegyük kézbe Isten igéjét, és akár mint egy utolsó szalmaszálba kapaszkodva, nézzük meg, hogy kínál-e számunkra ennél vonzóbb lehetőséget, és kézbe vesszük az igét, és kinyitjuk, és egyszer csak olvasunk egy mondatot, ami így hangzik: amit szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben úgy tegyetek ti is velük. Látszólag csupán ügyes szójáték Jézus részéről, ugye? Fog egy jól ismert közmondást, a szépen kifordítja, mint ahogy az ember a kesztyűt levétel közben, és oda teszi az emberek elé. Ja, hát ilyet én is tudok mondani, húzom ki magam rögtön. Például figyeljetek, a moha déli oldalán mindig fa van. Igazam van? Igazam van. Hát akkor úgy látszik, ez már olyan szint, ami miatt érdemes lesz majd engem emlegetni évek vagy évtizedek óta. Na, félre a tréfát, értitek, ugye? Hogy ez sokkal több Jézus részéről, mint valaminek a kifordítása, egy jól ismert korabeli közmondásnak az átvariálása. Itt sokkal többről van szó, mint puszta szójáték. Amikor eredményt, rendet és nyugalmat nem attól remélek többé, hogy szabályokat alkotok, amik elsősorban természetesen csak másokra érvényesek, vagy megfélemlitek, vagy tiltok, vagy büntetek, vagy pletykálok már előre. Nem ettől várom, hanem megfordul az életszemléletem, a gondolkodásmódom, és azt mondom, hogy innentől azt teszem én a másikkal, amit szeretném, hogy ők tegyenek velem. És kérlek, hogy gondolkodjatok most el ezen. És vegyük észre azt a különbséget, ami a két gondolat között van. Amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek teseted, amit szeretnéd, hogy veled tegyenek tedd meg te. Előbb, hamarabb, önzetlenül, önként. Az egyik gondolkodásmód passzivitás és védekezés, folyamatos falak építése köztem és az emberek közé, köztem és a házastársam közé, köztem és a gyerekem közé, köztem és a munkahelyem velem együtt dolgozók közé. Amit nem szeretnék, azt nem. A másik egy felszabadult, aktív életforma. Igen, fölismertem azt, hogy az az egyetlen lehetőség kitörni ebből a sötét, kongó ürességből, hogyha megteszem az első lépést én. És nem pedig bezárkózom az elefántcsontoronyba, és azt mondom, hogy nem teszek semmit, akkor remélhetőleg velem sem tesznek semmit. És azok az emberek, akik nem ismerik fel ezt az igazságot, azok egymásnak adják a kilincset a pszichológusoknál, a családterapeutáknál. Biztos van olyan helyzet, ahol ez segít, és ahol ők tudnak segíteni, ezt nem kétlem. De ott van egy olyan aranyszabály lefektetve az igében, ami így hangzik: amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük. Először. Előre. Önként. Mondjam így jól felfogott érdekből. Azért, hogy a sötétségben világosság induljon. Elhangzott nem olyan régen, egy-két héttel ezelőtt az a gondolat, hogy csak kétféle lehetőség van az ember előtt. Vagy áldozatot hoz, vagy áldozattá válik. Jézus azt mondja, hogy lépj először te. És lépj ki abból a gondolkodásmódból, ami
ami fallal veszi körül magát, nehogy valami bajom legyen. Az élet sokkal több annál, mint hogy egész életedbe védekez. Az élet sokkal több annál, mint hogy arra pazarold az energiádat, hogy mit ne tegyél meg azért, hogy velem is ugyanaz ne történjen. Felmerül a kérdés, ha ennyire jó ez az aranyszabály, amennyire hangzik, mert tényleg nagyon jól hangzik, akkor miért szegik meg az emberek? Akkor miért nem eszerint élnek? Miért tesznek rosszat az emberek ezzel növelve a sötétséget magukban és a környezetükben? Gonoszságból, érdekből, hatalomféltésből? Igen, lehet, hogy mindezek miatt, és mindezek hiánya miatt, vagy mindezek felismerésének a hiánya miatt képesek az emberek nem így élni. De van egy gondolat, ami számomra egészen A-tól Z-ig az emberi kapcsolatok alapját rendbe tette, és onnantól, hogy ezt megértettem, és pedig pofon egyszerű, és elkezdtem alkalmazni, és elkezdtem tudatosan vizsgálni magamat, nem a másikat, hogy neki mit kéne tenni, egyszerűen kisimult a létem. És ez a gondolat így hangzik, a másikkal vagy a másokkal való kapcsolat, az az önmagunkkal való kapcsolatunk folytatása. Ahogy a másokkal teszek, az tükröződése annak, hogy mit gondolok magamról, a saját életemről, annak értékéről. Jézus ezt úgy mondta, hogy az ember csak azt tudja kihozni az éléskamrából, ami benne van. Ami nincs, azt nem tudom előhozni. És igen, az emberi szívből is csak azt tud kibudjanni, ami benne van. Ezért, amikor valakivel ezek után, a mondat után bajod lesz, és nem érted, hogy hogy lehet ilyen konok, udvariatlan, szófogadatlan, vagy mit tudom én, egy kicsit nézz magadba. Mert ez az út, ami kivezet a sötétségből. És nézd meg, hogy milyen a kapcsolatod önmagaddal. Nézd meg, hogy a helyeden érzed-e magad. Tedd fel azt a kérdést, hogy van-e valami, ami, ha kiárad belőlem, az áldás a rám bízottak számára. Tedd fel a kérdést, hogy én mit tehetek azért, hogy harmóniát nyerjek és békességet, és hogyan áraszthatom ezt a környezetemre. Kérlek, gondolkozz el ezen. Amilyen kapcsolatban vagy önmagaddal, amilyen békességed vagy nem békességed van önmagadban, olyanok lesznek a kapcsolataid. Magyarul, ha rendben vagy önmagaddal, akkor lesz erőd másokat hordozni. Ha rendben vagy önmagaddal, akkor lesz erőd türelemmel lenni mások felé. Magunktól képtelenek vagyunk erre. És a mi keresztény hitünk és töbletünk az pont ennél a pontnál nyer értelmet. Mert a mi képtelenségünket Krisztus a keresztfára vitte. Ebben hiszünk mi keresztjének, bármennyire érthetetlen, bármennyire megmagyarázhatatlan, abban hiszünk, hogy volt valaki, és őt mi követjük ma is életünk minden idejében. Erről szól a konfirmáció. Fogadalmat teszünk, hogy őt fogjuk követni. Azt a Krisztust, aki elvette a képtelenségünket arra, hogy emberhez méltó életet éljünk. Ebben hiszünk mi keresztjének. Valaki egyszer azt mondta, Krisztus nem azzal bizonyította azt, hogy ő Isten fia volt, hogy leszállt a keresztről, hanem azzal, hogy meghalt a kereszten. Gondold csak el, ha ő tényleg Isten fia volt, melyik lett volna a könnyebb? Pikpak pillanatok alatt leszállni és szétcsapni mindenkit. Vagy pedig kitartani, vagy pedig áldozattá lenni azért, hogy a sötétségbe világosság legyen. Testvérem, ez egy döntés. És ha elfogadod Krisztust megváltódnak, azt fogod megtapasztalni, hogy egyre jobban sikerül e krisztusi aranyszabály szerint élni. Sikerül ott rendezni bent a rendezetlenséget, és ezáltal rendeződnek az emberi kapcsolataink. Mert az emberi kapcsolatok azok a saját magunkkal való kapcsolatunk folytatásai. Mintha tonnák szakadnának le rólad. Felismered, hogy nem vagy egyedül, és eddig sem voltál egyedül. Nem vagy egyedül a gyermeknevelésben, nem vagy egyedül a házasságodban, a munkahelyi krízisedben, a betegségedben, a gyászodban.
És egyszer csak jön egy ige, ami megragad, egy krisztusi hívás, ami így szól, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, és pont erre vágyunk. Erre a megnyugvásra, hogy végre tudjak egy friss levegőt beszívni, és megtölteni a tüdőmet, és felszabadulni, és úgy tekinteni azokra, akik fontosak nekem. Megnyugvást adok nektek, ígéri Krisztus. Ha úgy érzed, hogy sokat próbáltál már kevés eredménnyel, menj hozzá, ugyan mit veszíthetsz? Maximum az elefántcsont tornyaidat, maximum azt a nyomasztó sötétséget, ami sok emberben ott van. Menj hozzá, és csodákat fogsz tapasztalni. Rájössz, hogy tényleg csak úgy érdemes élni, ahogy Jézus mondta. És képes leszel úgy szeretni, úgy gondoskodni, úgy ölelni, ahogy szeretnéd, hogy téged szeressenek, rólad gondoskodjanak, és téged öleljenek. Ez a krisztusi aranyszabály. Így legyen. Amen. Imádságra csendesedjünk el. Hisszük, Úr Jézus Krisztus, hogy sokkal több az, amit Te mondtál, mint pusztán egy korabeli közmondás kifordítása. Sokkal több, hiszen Te a saját léteddel, a saját haláloddal és dicsőséges feltámadásoddal bizonyítottad azt az igazságot, hogy az ember vagy áldozatot hoz, vagy áldozattá lesz. Urunk, Te nem lettél áldozata a sötét, beteg világnak, mert legyőzted az feltámadásoddal. És így hívsz magadhoz mindnyájunkat, és hívsz minket, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és én megnyugvást adok nektek. Urunk, hálát adunk a fiatalokért, akik itt vannak most közösségünkben. Hálát adunk azért, hogy az ő életükben ott lehet a lehetősége annak, hogy döntsenek melletted, mert ismerhetnek téged, mert évek óta hallanak rólad. Hálát adunk az ő életükért, és imádkozunk értük, és hordozzuk őket, hogy hadd lehessen emberhez méltó létük azáltal, hogy felismerik az aranyszabályt, és mernek, és akarnak, és tudnak e szerint élni. Imádkozunk az ő családjaikért, szeretteikért. Hadd lehessen ismertető jelük ezeknek a családoknak, az, hogy hogyan szeretik egymást, önzetlenül és megtéve sokszor az első lépést. Hálát adunk a gyülekezet közösségért, ami befogadhatja most ezeket a gyermekeket, fiatalokat, a megkeresztelendő kisgyermeket és családjaikat. Köszönjük, hogy vagyunk, mert téged követünk. Urunk, imádkozunk a gyászolókért, akik az elmúlt héten vesztették el szeretteiket. Legyen velük a Te vigasztaló kegyelmed és irgalmad. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságainkat. Amen.